rá neki mindenkinek. Hát köszönjük, hogy elfogadta Piros Ildika a meghívásunkat. Nagy örömmel és szeretettel vártuk ide a Polgári Szalomba. Ugye Jászai Mari díjas, Kossuth díjas érdemes művészről van szó. Azt gondolom, hogy ezt nem kell sok mindenkinek elmondani és bemutatni. Közel 50 éve élsz Budapesten, de én amikor megismertelek, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy a szó nemes értelmében még mindig az a vidéki, kellemes, közvetlen hölgy és kislány vagy, aki elindult, azt gondolom, hogy több mint 50 évvel ezelőtt, 16 évesen Kecskemétről, hiszen Kecskemét a szülővárosod, azonban nagyon sokat jár Szegeden, van szegedi kötődésed, ugye a testvéred ott él a mai napig, és hogyha már Szeged, akkor nem maradhat ki a hallé, ahogy most ide Makó városába érkeztetek, ugye, a családoddal, most is meg kellett állni mindenképpen Fehértón egy hallére. És milyen erre vártam, volt? Hogy két évet nem ettem két éve halászlét, úgyhogy... Milyen volt egyébként, szoktál kitaláltuk azt, szeretettel köszöntelek, hogy milyen magas széken üljünk, mert eredetileg egy fotelba ültünk volna. Ha nem látnak, én mindig föl fogok állni, jó? Persze, mert ha már eljöttek a kedvemért, így csinálok, jó? És mindent így fogok majd mondani. És a kihangosítást, ha nem jó, akkor itt vannak az édes fiúk, akkor föltekernek minket, és akkor jó? Mert én arra gondoltam, hogy itt van egy tévéfelvétel, és hogy beszélgessünk így, aztán, ha fáradtak vagyunk, leülünk. Persze. Igen, minden, én egy kecskeméti kislány vagyok. Annyira kecskeméti, hogy most lesz majd az érettségi találkozom. 16 évesen? Igen, fölkerültem, mert édesanyánk elhatározta, jól vagyok? Elhatározta, hogy a három lányából ő találta ki, hogy mi legyen. És a húgom, aki nem tudom, hogy itt van-e, muszáj föltenem a szemüvegem, mert nem látom. Megérkezette, mert még azt nincs mondta, itt. Biztos fodrász. Itt van a húgom? Jó, most léped be, mert orvos Szegeden világhírű, ezt szoktam mondani, és ugye rendelésről jött. Akkor jókor érkezett. Itt van még hely neked, György Jelöl. És az anyukák határozta el, hogy mik legyünk. Mégpedig azért, mert a papánk fiatalkorunkban meghalt, és hát rá is a nagy tatára voltunk bízva a sors által. És a mamánk ezek szerint nagyon jó pszichológus volt, miután én egész kicsi koromban kecskemétig... Lehet engem hallani? Igen. Jó. Katonai József Színház színpadán 4 éves koromban gombácska voltam. Nem tudom, hogy anyuka hogy passzírozott oda be engem. Na, ekkora sikered már nem lesz. Tessék megnézni, hasonlítunk? Hát tudom. Amikor bemegyek a kórházba, ugyanilyen sikerem van, mert azt mondják nekem, hogy főorvos asszony, csak arról van szó, mondom, nem én vagyok a főorvos, az a másik. Úgyhogy... Szóval a 4 éves gombácska, tehát egy piros papírmasé kalapba ugráltam, vagyis nem ugráltam, guggolnom kellett, semmi más dolgom nem volt 4 évesen. 8 évesen pedig, emlékszem, a Bécsi mesél a Bécsi erdőben kellett tündérkének lennem, ahol már tütükébe voltam, mert állandóan balettos akartam lenni, és nem táncolom most el, de még mindig tudom a koreográfiát, hogy mit kellett csinálni. Hogy kerültem oda, én szerintem minden a mamánk volt annó. De akkor ezek szerint kedvedre volt ez, hiszen zongora órára jártál, balett órára jártál. Szabad azt mondani, nem kedvemre volt, természetes volt. Uh-huh. Nem volt más választás. Nem, nekem volt természetes, hogy ezt csinálom. Tehát, hogyha én azt hiszem, hogy most megint más orvosnak lenni, mert az okosnak kell lenni. És anyukánk azt mondta, hogy a Györgyinek tud tanulni, van eszel, legyen orvos, és tényleg kitűnővel végzett. Tehát én azt gondolom, hogy mindig a mamáktól függ, bocsánat, a papáktól is, de a mamáktól függ az, hogy jól figyele a gyerekre. Tehát az én sorsomat akkor anyu meghatározta, és később kényszerből, pontosan emiatt a papa miatt, 16 évesen pedig látta a televízióban, hát most már ugye természetes, hogy vannak ilyen-olyan műsorok, de akkor nagyon ritkaság volt, nem is volt tévénk, azt hiszem a szomszédban volt a televízió, hogy hirdették, hogy az Arany Sárkány című filmre gyerekeket keresnek. És az anyu engem fölöltözött a sötétkékai fehér blúzba, és fölutazott velem Pestre. És álltunk a filmgyárnak, akkor még Lumumba utcának hívták, 3500 gyerek állt így sorba, mamástól, papástól, mindenestől, de az én anyukám nagyon szép volt,
és így kiperdült, és azt mondta annak az ott futkosó embernek, hogy ne haragudjon, nekünk megy a vonatunk, nem lehetne ide bemenni? És abban a percben bement. Behívta. Mert el kellett intézni neki, és akkor én találkoztam nagyon nagy filmrendezőkkel, én azt hiszem a Rényi Tamástól kezdve, hát gondolom a Ranódi László, aki rendezte ezt a filmet, ő is ott volt, talán Kovács András, de nem tudtam akkor Bacsó Péter, de nem tudtam, egy kis szobába kellett egy verset mondani, na most azt mondom, hogy ami természetes. Nekem természetes volt, mert szavaló versenyeket nyertem, kiálltam, és ott mondtam, azt mondták, mondjak egy verset, mondtam egy verset. És a 3500 gyerekből beválogattak abba a háromba, hogy Béres Ilona, Szilvási Anna Mária, Piros Ildikó. És próbafelvételt csináltam, és akkor találkoztam Mensáros Lászlóval, és azt kellett csinálnom, ő lett volna az édesapám, később megszületett ez a film, ugye tudjuk, Béres Ilona akkor végezte a főiskolát, és ő játszotta, és ragyogó a film, csodálatos. Én nem is tudtam volna szerintem eljátszani, mert ez azért kellett valami érettség. Fiú dolog volt, én akkor egy kis lökött tyúk voltam 16 évesen, úgyhogy én azt hiszem, hogy a legjobb. De anyu akkor megkérdezte tőlük, hogy ez a, és akkor ő felvételizene, volt valami biztos, anyukám szép volt, és szerintem neki válaszoltak, nem én rólam volt akkor már részó. És hogy igen, igen, azt mondták, igen, igen. Hogy lát-e benne perspektívát, ugye? Hát színésznő lehetsz a későbbiekben, és ott már azt mondták akkor igen, neki, igen. Hogy igen, szerintük hát, igen. Valami ilyesmi. És akkor, mikor 18 éves voltam, ez egy természetes út volt, hogy két helyre lehet beadni a jelentkezést. És az egyik, hát én a tanár akartam lenni, magyar tanár, stb. Ami azért egy kicsit vagyok is szerintem. Már az előadó estek miatt mondom a versek, stb. Tehát az egész életemet ez hálózta be, és az a csodálatos, hogy ez az egész egy kerek. Tehát, hogy egy kicsikét táncoltam, balettoztam, és ez így kerekké vált az életembe. De hagylak kérdezni. De aztán hasonló siker volt a fölvételi, ugye azt mondtad, hogy 3500 gyerek közül válogattak be ebbe a bizonyos filmbe, viszont a felvételi meg 1200 igen. Közül jutottál be abba a 13-ba, ugye elsőre. Szám. Ha most itt lenne az unokám, számolodna. Az az igazság, hogy hát én, ugye tudjuk, a vidéki ember az olyan ember közeli, meg olyan állat közeli, meg föld közeli, meg test közeli, tehát olyan normális. Mindig mondtam, hogy a pestiek, Pesten olyan bérházszag van, meg macskapisiszag van a bérházakban. Amikor fölkerültem Pesten, nem tudtam, hogy hol van a színművészeti főiskola. Voltak haverjaim Kecskeméten. Az egyik azt mondta, hogy én állok lenn a teívóba, amíg te fölvételizel. Szegény az meghalt, a fazekas család, sok fiú volt. És tényleg a kis Istvánka följött velem a vonattal, leszálltunk a Nyugatiba. Már akkor nem találkoztam én a Nemzeti Színházzal, mert akkor már fölrobbantották 66-ban, tehát én nem is tudtam, hogy hol a helye, semmit nem tudtam. És ő bizony a Rákóczi úton, a Vas utca sarkán állt egy teivóba, nem tudom, még rémlik-e valakinek mi az, hogy teivó. Már olyan szavakat használunk, amit le kell majd fordítani magyarról magyarra Nádasdy Ádámnak, mint hogy a Hamletet újra fordítja, sajnos. Úgyhogy majd erről is remélem beszélünk valamit az irodalomról. És én fölrohantam egy átalakított kabátot, mama megcsináltatott a kecskeméti Treszmarikával, zakó szoknyának, és ültem állítólag egy kosár almával. Én nem tudom, ezt mesélik kollégáim. És mindenki jött engem megnézni, de semmit nem csináltam, csak ültem. És jöttek oda a főiskolások, így benéztek, és megálltak, és néztek engem. Én nem tudtam, mit nézek, én ettem az almát. És utána lenyeltem, és mentem be fölvételizni, verset mondani. És hát a Várkonyi tanár úr, Vámos tanár úr, tehát olyan mesterekhez kerültem, hogy mint a csillagos ég, hát azóta is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, na jó, hát azért mondom Szabó Magdát, nem csak az elején, az szerintem közben állandóan Szabó Magda szelleme itt lebeg körülöttünk, hogy Szabó Magda azt mondta mindig, hogy őt az Isten a tenyerén hordta. És én azt hiszem, hogy... Te is elmondhatod magadról. Igen, itt a következő. Igen. Aztán ugye nagyon gyorsan elsőként bekerültél első fordulóba a színművészetire, de ott már az első főszerepedet harmadében meg is kaptad. Szóval ez tényleg igaz, hogy az Isten a tenyerén hordozott. Két főszerepet, mert úgy történt, hogy már 68-ba a Nagy Romulusba Pécsi Sándor játszotta Madách Színház nagy színpadán, és Molnár Piroska volt akkor Rea hercegnő, és őt lekerült vidékre színésznek, aztán Kaposvárra, és nekem át kellett venni a szerepét. És csak mint érdekességet mondom, hogy milyen a színész agy, mint, tehát hogy legyen valami vidámság is, ne csak ilyen sors, hogy azt mondják, hogy izgultál, meg mit? Hát mondom, azon kívül, hogy víz volt a fejem, szóval úgy éreztem, amikor színpadra mentem, hogy ilyen nagyon nagy a fejem,
Azon kívül egy gyönyörű szép ilyen borsózöld ruha volt rajta, ahol semmi nem volt, két ilyen kis, hogy hívják ezt, hajtás volt rajta, és az egyik, úgy látszik, hogy más volt a méret, az egyiket az utolsó pillanatban az öltöztető nő azt mondta, egy pillanat, és megtűzte egy cérnával. És én komolyan mondom, nagyon tudtam a szerepet, mindent tudtam, mindent szépen teljesítettem, megcsináltam, hát ezek szerint jól majd mesélem a következő szerepen. Én egész idő alatt csak erre gondoltam, hogy a nagy madárcsom, ott kezdődik a nézőtér, hogy azt látják, azt a madzagot. Én csak erre gondoltam, hogy Jézus Mária, hogy ezt most mindenki látja. Én erre koncentráltam, a másik volt egy gyűrű, amit kaptam az öltöztetőnőmtől, aki a kismanyit öltöztette többek között, meg a nagyokat, és én abba a sztár öltözőbe bekerültem rögtön, ami félelmetes volt. Az egy legendás öltöző volt, tehát azóta már átépítették a madárcsot, és adott nekem egy gyűrűt, amiből hiányzott egy kő, és így hozta be Magdika, és azt mondta, ilyen pici volt, mint egy kis Rattler kutya, akkora volt, és azt mondta, Monika hordta valamelyik szerepébe ezt át. Na most az volt a másik kabalám, hogy fölhúztam, és az volt a másik, hogy azt éreztem, hogy az engem visz, hogy én akkor elrepülök. Attól az egy gyűrűtől, hogy egy ilyen jelkép átkerült hozzám. Nagyon érdekes ez a mag emelt tér, hogy mindig kérdezik, és te izgulsz, és mondom, én azt hiszem, hogy nem. Uh-huh. Illetve minden szakmában van valami, gondolom, hogy aki prédikátor, mert egy kicsikét azt hiszem a színészet is az, hogy van benne valami jó eső dolog, de nagyon-nagyon sokat kell mögé művelni ahhoz, hogy az embernek az az izgalom ne látszódjon, vagy ne legyen ott, vagy csak annyi legyen, amennyi kell. Tehát ez egy olyan szakmai mesterségbeli dolog, amiről nem érdemes beszélni. És ez a gyűrű, ez meddig kísért, vagy egyáltalán manapság van-e valami kabalád, mielőtt a színpadra? Nem vagyok kabalás. Ez elmúlt? Nem. Szent dolgok vannak. Igen, de... és mit ezek? Hát, hogy 6 órakor nem lépheti be a családom, egyetlen egy tagja se, a környéket se, ahol én játszom. Most is elzavartam a gyerekeket, nem lehetett az unokám, azok hoztak le. Azért, mert ugye mindig nagytatánk írta azt, a 1888-ban született, és gyógypedagógus volt Kecskeméten, 72 évig tanított. És azt írta le, hogy tanügyi szolgálatának kezdettem, most szolgálat. Ugye a színészet, én szerintem is egy nagyon csomó, hát a miniszter is, ugye a miniszterek is, a papok is, de van egy olyan, vannak ezek a szakmák, vagy mesterségek, ami szolgálat. És ez egy szolgálat. Hogy én hogy készülök rá, vagy mit csinálok egész nap, az senkinek semmi között, de ha ideálok, és szembenéznek velem, akkor van egy olyan feladat, egy olyan teher, jó eső teher, aminek meg kell felelni. Most ez nem mindegy. És akinek nem mindegy, mert úgy éli le az életét, annak bizony nem mindegy, hogy jó, én kavarom a rántást, és közben mondom a szöveget, mert meg kell tanulnom, de, és akkor a gyerekeket ott szolgálom, de hogy az a 6 óra nekem szent, hogy nekem be kell menni a színházba, akkor a környéken ne legyen senki, mert az az én ügyem. És oda nem engedek be semmit, mert az mind zavaró körülmény. Úgyhogy... Ha már a szövegtanulást említetted, ezért nem csak rántáskavarást közben tanulod, mert ugye óriási a család, 3 fiúgyereket neveltél, már itt vannak az unokák, ahogy hallottuk, ő viszi, a színművésznő viszi őket lovagolni, uszodába, úgyhogy teljes nagymama szerepben, anya szerepben, feleség szerepben, színművésznő szerepben, és azon kívül egyébként, hogy ezt ilyen jól koordinálod, hogyan tudod ezt még mindig összeegyeztetni a fellépésekkel? Mert azért vannak ugye új bemutatók, azokra készülni kell folyamatosan, ráhangolódni. Meg tudom oldani. Meg tudom oldani, az az igazság, nem. Ha valakinek, jó, akkor most mondjuk el, hogy az én életem olyan kereken zajlott, azért teszem múlt időben, mert ugye muszáj tudni számolni, a nagyja már megtörtént. Az én pályám olyan kereken történt meg, nagyon nagy mesterek mellett akkora szerepeket kaptam minden évben az elmúlt, vegyük 50 évet, bármennyi évet, hogy én mindent eljátszottam a színházi irodalomba. Tehát ha azt mondom, hogy a... Bocsánat, most egy muszáj, mindig humorosan jut eszembe a dolog. Mi úgy hívtuk fiatal korunkban, hogy májboly szerepek. Ezek voltak az Ofélia, Desdemona, stb. Tudtuk azt, hogy a nagy hősnő szerepeket úgy hívtuk, hogy májboly szerep. Azért hívtuk úgy, mert az olyan nagyon jó. És én nem igazán szerettem a nagyon jó ezeket a... Hanem sokkal jobban szeretem, amikor 36 évesen kaptam egy mama szerepet, ahol Molnár Ferencnél vagy Noel Coarnál, aki ugyanaz angolnak megfelelő.
tehát vígjátékba, hogy karaktereket lehetett játszani. És én sokkal jobban szerettem így kibújni ezekből a nagy hősnőkből. És ugye a színház irodalom az nagyon véges. Mindig kell tudni, hogy 5-8 férfi van a színpadon, és 2-3 nő. Tehát aki ezt tudja, akkor pontosan tudja, hogy mennyire véges a pályája. És hogyha ezt tudja, akkor tudja, hogy kifogynak alól a szerepek. Na most a Tolnai Klári nekem azért sok előképen van, mert én a legnagyobbakkal játszhattam együtt, mi voltunk a következő generáció, ugye 70-es éve generációja, annó a Madár Színházba, akik átvehettük ezt a stafétát. És őt figyeltem, amikor idős korában ült az öltözőbe, ugye mellette öltözhettem egészen haláláig, tehát még pénteken játszottunk, ő vasárnap volt meg, a Társasjáték New Yorkban, és ő már akkoriban lefordította a Mód és Herold című darabot, ahol egy 80 éves öregasszonyt játszott, egy fiatal fiúnak ad életerőt. Tehát az, hogy ne legyen olyan depressziós már az a 18 éves, hanem akkor fölhúzta, hogy legyen erős, meg legyen vidám, meg nem tudom, tüneményes színdarab. És a Klárika is pontosan tudta ezt, hogy kifogynak alól a szerepek, hogy ő amit akar, akkor azt ő megcsinálja. Na most én már itt tartok, tehát amikor most a Pimasz Angyalok című darabot megcsináltam, meg elővakaráztam. Tóth Enikővel, ugye? Ez úgy történt, hogy nekem volt egy Marlene Dietrich színdarabom, aminek a dramaturgiáját annó megcsináltam, annak most még belehúztam, 60 perces, az a második rész, amiben az Enikő, Tóth Enikő kolléganőm, aki fiatalabb nálam, játszik egy kis írónőt, aki kérdezi a Dietrichet, hogy mi történt, és közben persze énekelek, és nagyon furcsa ember volt, én ezt kiválasztottam magamnak. És utána elírattam egy darabot, másfél évig dolgoztam rajta a Karádiról, másképpen, mint ahogy lengenek, azért sok darab megy most ezekből a színházakba, és szintén a zenei blokkok köré tettem az ő életét, és azt pedig az Enikő játssza, és én ott azt a kalap szalonos kis nőt játszom, akivel ő kimekerült New Yorkban, és utána ugye nem jött haza, 72-ben még hívták haza, és én adtam a címet neki, hogy Pimasz Angyalok, és ez pedig azért, mert a Dietrichnek van egy ilyen szám, hogy angyalnak születtem, de ördög lettem én. Na most ez a kis ördögség a színészetbe, és a Klárikán is tapasztaltuk, hogy ő is ugyanígy végjátszotta a nagy hősnőket, és olyan édes kis öregasszony lett 83-es korában, jó volt megpuszíni az 5000 ráncán, és volt egy édes történet vele pont ebbe a darabba, hogy megérkezik az anyánk. Én voltam az egyik ilyen művész lánya, ilyen New Yorki valami, nem tudom milyen, és megérkezik, és én azt sem tudom, hogy mit kell csinálni egy mamával, hogy oda költözött hozzánk, az meg van kis öregasszony, de elkezd neki udvarolni a Sinkovics Imre, egy festőművész, és nekik volt egy pár jelenetük, és erre kivirágzik a mama 80 évesen, fölveszi a ruháját, föltesz egy kis sapkát, és az utolsó mondata a darabban az, hogy még mindig élek, és még mindig nő vagyok, és így csinálta. Klárika egy kiló volt. És kiment, és standing-ovation, és fölállt a közönség, állva tapsoltak, úgy imádták a Klárit. És Klárika tipegett föl előttem a lépcsőn, azt mondja, mit tesznek ezek rajtam? Így hátra szólt. Mondom, Klárika, te vagy a remény. És komolyan mondom, én véletlenül fogalmaztam így, és azóta azon gondolkodom, hogy tehát nekünk van egy feladatunk, van egy hivatásunk, de a hivatáson túl is van valami, és a Klárika igenis az a remény, hogy itt van az 5000 ráncunk, én 5-ös nagyítóval nézem meg, itt van 3-4 szemüvegen nézem magamat sajnos, de hogy legyen hozzá öregkorunkra öniróniánk, meg elfogadjuk, meg hát kibújni alól nem tudunk, hanem elfogadjuk azt, hogy az idő múlásával, hál' Istennek jönnek velem még egy páran, tehát hogy együtt öregszünk, együtt fordulunk, és akkor az olyan megnyugtató. Tehát nem azt keresik rajtam, hogy én is nézem, hogy igen, így néztem ki. És ugyanígy néztem ki, amikor 16 éves koromban, ez érdekes, most vettem észre ezt a képet, hogy 16 éves koromban, amikor ez a bizonyos próbafelvétel volt az Aranysárkányban, tehát, hogy már nem nézek ki úgy. De én ezt tudom. Viszont a szerepek, ahogy jönnek, akkor mindig van valami jó érzés, hogy azt a részemet használhatom, amit még nem ismernek, és akkor történik valami meglepetés. Mert azt kell adni a közönségnek meglepetést, hogy jé. Azt kell mondani a végén, jé. Említetted itt Tolnai Klárit, ugye Kismanyit, Várkonyi Zoltánt. Egyébként így a pályafutásod során voltak olyan emberek, akikre így visszaemlékszel, és nagyon meghatározóak voltak. Ugye ott fejeztük be az előző gondolatot, hogy 13-an jártatok egy osztályba, és nem is akárkikkel járhattál a színművészetére, ugye? Azért ezt is áruljuk el a nézőt. Hát igen, ez a
világhírű kedvelemes osztály volt. Ez azért volt érdekes, mert nem tudom, hogy az idő mennyire múlt el fölötte, hogy a, ugye, mint Várkonyi Növendékek, hát volt az önök érték, nem tudom, hogy ki látta, de nagyon rosszalkottunk. És mint a Várkonyi nem járt be, mindig ők ketten rendeztek minket. Hát mit mondjak, ez nagyon régen volt, de ez egy nagyon jó osztály volt, és hát heten, de hát mondjuk öten azok, akik ismertek maradtunk. Körülbelül ez az arány, tehát ha 1200 jelentkezőből 12, illetve később a Sonyovszi Szilvivel 13-an végeztünk, valahogy úgy adja a sors, hogy ebből öten maradnak meg haton a pályán, tehát még jó esetben is, tehát nagyon ez a bizonyos adiféle rosta, azért az megy, és hogy kimarad fönn, az sok mindentől függ, ahogy a Garas Dezső mondta, a szerencsétől is, aztán attól is, hogy az ember hogy választ, mert nem csak őt választják, hanem ő is választ, tehát mindig léphet más felé. És amikor a Várkonyi nekem azt mondta, hogy maga miért szerződött le a Madárshoz, én akartam szerződtetni a Víghez, én úgy megijedtem, mert akkor én már 2 éven főszerepeket játszottam a Madásba, és 70-ben, mikor én oda leszerződtem, ezt a Vas utcában mondta nekem, mikor végeztünk, mert a Rutkai Éva volt akkor a csillag a Vígszínház színpadán. És a Rutkai Évanak volt egy különleges tulajdonsága, hogy úgy tudta a szakmának azokat a kis csűrcsavar dolgait, tehát megfogalmazhatatlan volt az ő pályája és az ő csillaga, és nem tudom, hogy ő mellé bekerültem volna, ugyanezek a szerepek utolértek volna, és ugyanilyen egyenes lett volna a pályám. Nem tudom, most ugye 73 szerepet kéne végigmondanom, amit is elvegy még többet, most nem tudom. De azt ígértem neked, hogy átvegyem a szót. Mert annyira rég múltról beszélünk, hogy gondoltam, hogy kicsit vidámítsuk föl, mert a nagy játszótársakról valamit, hogy azt gondoltam, hogy a Mensáros Lacival, miután gyerekkoromtól kezdve, hát szegény, amíg meg nem halt, együtt játszottunk, egy kis orvoslást elmesélek. Volt egy olyan színdarab Madásba, Huszti Péterrel, Mégis kinek az élete. Vagy 5 évig játszottuk, 225-ször, azt tudom. És abban én egy orvosnőt játszottam, és a Péter pedig egy szobrász volt, aki megbénul egy autóbaleset folytán, és feküdt végig az ágyba, tehát szünetbe szállt ki, le volt takarva egy lepedővel, és nem tudott mozgatni semmi részét, csak a fejet, az agya élt, és ő a saját halálát kérvényezi, erről szól a darab. És a főorvos benne a Mensáros Laci játszotta. Most a Mensáros Laci arról volt híres, hogy nem nagyon tud bánni a kellékekkel. Most ezt a Feleki Kamil, amikor tanít, nem tanított soha, csak ugye figyelni kell, mint színésznek. Azt mondta, hogy ha véletlenül van egy olyan pillanata, hogy le kell esni valaminek, és ezt ők 5000-szer kigyakorolta, tehát, hogy egy színész, ha bármit csinál a színpadon, hogy tudjanak róla, mint főtitokról, ez is egy mesterségbeli fogás, azt mi 5 milliószor kipróbáljuk, hogy annak pontosan úgy kell ledőlni, tehát soha nincs véletlen a profiknál. Természetesen van a másik oldal, de én csak a profikról beszélek. Úgyhogy ez a Feleki Kamilféle tanítás. Na most a Laci bácsi születetten nagyon szépen zongorázott, de nem tudott bánni a kellékekkel. Na most volt ez a színdarab, ahol arról volt szó, hogy tehát a saját halálát kérvényezi, és egy bírósági tárgyalás, és a Laci bácsinak hát először is be kellett volna adni, mert fölhúzza magát nagyon idegrendszerileg a beteg, és neki be kellett volna menni, és egy váliumot beadni, ami egy nyugtató injekció, és akkoriban az orvosok, az Eckhart professzor volt még, emlékszem, a Kék Golyóba, és beült az egész professzori, mert egy szimpózium volt. És ott ültek, és a süket rendező bejött, és megmondta nekünk, hogy nagyon vigyázzatok ma, hogy mit csináltok a színpadon, na most én főorvos voltam, ő még főorvosabb volt, tehát borzasztó idegesek voltunk, hogy most mit ne csináljunk, mert hogy orvosok, csupa orvos ül le, Jézus Mária. Na most ott volt egy tárcán, ilyen kötöző, gumi, injekciós tű, és a Laci bácsi fehér köpenybe, jött szépen, bocsánat, mutatom, tudom, kamera majd elmegy, nem érdekes, hogy jött be, közben veszekszik a Péter, jó, nyugodjon meg, ezért meg kell fogni a tárcáról, oda vinni a Péter, ezért közben beszél, megy a jelenet letenni rá, elkötözni, ugye az első azt hiszem a kötözés, második fölszívni a izét, így csinálni, beadni neki az izét, utána letörölni, vatta, minden, és ki. És közben megy a diskurzus. Laci bácsi aznap főorvosok oda lent. Ment, igen, oda ment a tárcához. Akkor Huszti Péterről elindult egy vízcsepp itt. Már kint álltunk,
asszisztensek, főorvosok, alorvosok, mindjárt így, hogy mit kell csinálni, berohanunk utolsó pillanatban, leutassuk, hogy mi történik. Laci megy, nézi a tárcát, visszanéz a Péter, akkor szöveg, kicsi baki, utána megint nézi, hogy mit kell, akkor a Péter már rosszul van, most beszéljünk, vagy adjuk, vagy hogy beadja, vagy nem adja. Akkor megfogta, ezért nem vitt oda semmit, nem kötözte le, nem. A vattával sétált egyet, oda ment, összeveszett vele, mérgesen rászólt, visszavitte a vattát, elfelejtette letörülni, utána fölvette, beletűzte nagyon határozottan, és így csinálta, hogy mindenki lássa, így csinálta, így, a tű abba percben így csinált, és így. Most elkezdett remegni ebbe a nyavajába. A Laci bácsi ilyenkor nem azt csinálja, hogy esetleg, hát senki kutya nem veszi észre, hogy ott lenn van, hogy olyan nagy az a madárszínház, onnan kezdődik a nézőt. Nem. Laci bácsi végigmérte a huszipért az ágyon, hogy milyen disznóságokat csinál, szemrehányóan így ránézett, utána oda ment, fölvette a tűt, benyomta, oda ment, bevágta a Péternek mérgeset, ott hagyta az egész mobilvonzot és kiment. Ez valami olyan volt, hogy mi, na akkor róla már folyt a víz, rosszul vagy, mi szaladtunk be, tettük rendben, mindent pakoltunk, nem kellett volna, de mindig legyet hajtottunk róla, tehát tudtuk, hogy nagyon nehéz a szerepe. Ez egy kicsi volt, de a színdarab végén, amikor a bírósági tárgyaláson a Laci bácsinak volt egy ilyen nagy mappája, amivel be kellett állnia, és azt kellett volna mondania, hogy és kezelésünk eredményeképpen betegünk minden csontja és sérült szövete összeforrt, stb. Aznap este kinyitott a mappát, de soha nem nézett bele, mert ő mutatta, hogy ő tudja. Kezelésünk eredményeképpen betegünk minden sérült szövete és csontja összetört. Így maradt. Sajnos volt egy kollégám, nevet nem mondok, aki annyira röhögött, az egyik ügyvédet képviselt, hogy ismerik ezt a... így röhögött. Én elkezdtem sírni patakokban, mint főorvos, azt mondja, ültem a Péter, mert nem volt, nem tudtam kimenni. Így ültem, és elkezdtem zokogni, emlékszem, Ágai Karol akkor nézte, akkor este azt mondta, annyira sírtál. Nem akartam neki mondani a röhögést, nem tudtam mit csinálni, sírtam, ijedtem be. Akkor a Laci bács ilyenkor becsapja a mappát, és ünnepélyesen kivonja. Tehát ő megtett mindent, de nem is vette észre. Úgyhogy ő kiment szépen, a Péter az rossz volt, az tulajdonképpen aznap este meghalt, úgyhogy már nem is kellett a halálát kérvényezni. Most ilyenek voltak, de hát a Laci bács, még egyet el tudok mondani a Laciról, de hát tulajdonképpen kötetet lehet. Az a baj, hogy ezt mutatni is kell, nem lehet megírni. Galoppa vérmezőn Görgei kitelepítésről szól, ugye Rákosi érába, és Ádám Otto rendezte, Madách Kamara Színház 1848, dátumot nem tudok. Én voltam benne kozákorvos nő, kommunista, laposarkú cipő, barna haj, minden, keményen, kitele, stb. A Pásztor Erzsike volt a házvezető nője, aki imádta, én mindig sírva így, de reggelizik a Laci, és azt mondta, sajnos nekünk az Ádám Otto egyik próbán, nagyon az elején, hogy az 50-es években, mikor én rádióban dolgoztam, mondta, nagyon harcsolt egyébként, így beszélt, a rádióban dolgoztam, akkor minden élesbe ment ki, rögtön az ételbe, nagyon kellett vigyázni, hogy mit mondunk, mert akkor tudtuk, hogy rögtön letartóztatnak, elvisznek, ezért valaki azt mondta, Rákotyi Mátyás, és aznap már repült. Rákotyi Mátyás aznap már repült. Ez kész, elmúlt, lement a 6-7 próbaidőszak, Laci bácsi premier kitelepítés. Én hozom be a levelet, mint Kozák doktornő, odaadom Laci bácsinak a levelet, és olvas, és állok mellette, támasztom, nézem a izét, és olvas, hogy nem tudom, 50 kiló, holnap reggel, 7 órakor legyen a izébe, aláírás, Rákotyi Mátyás. Akkor én ott majdnem meghaltam. Ez a bemutató. De előtte volt egy olyan főpróba, hogy nem ült közönség, mert volt olyan is. Pásztor Erzsikivel ülünk ketten, és a Lacinak kellett volna egy lágytojást, szintén egy levelet kapott, egy előző levelet, kibontani, lágytojást megenni, és közben felolvasni egy levelet. Na most ez azért még nekem is bonyolult, szóval ez a Lacinak nem való. És ültünk két oldalt az asztalnál, ő középen, tehát szemmel láthatólag főpróba, de még közönség nélkül. És ragaszkodott hozzá, hogy az úriemberek kisfiam, mindig kisfiamozott minket, minnyájunkat, kisfiam, az úriemberek a tojást nem késsel levágják, hanem ebben a csipesszel. Ragaszkodott, hogy a kellékest elrohantatták csipeszért. Ez a nem tudom milyen vágó csipesz. Meghozták a csipesz sajnos. Mi Erzsikével ültünk így, szerelmesen néztük Laci.
szerelmesen néz. Ő középen most megfogta, ez volt a szalvéta. Nézett rám, bontogatta a szalvét. Nézte Erzsikét. Ide most nem tehettem ide, mert itt a mikrofon, de betette. Utána elővette, és akkor aratott egyet, hogy na, megjött a csicsesz, végig miért, hogy na, mit szólsz, kisfiam? Levágta izét, igyet, de az a volt, hogy beragadt a sárgájába a keze. Na most, itt volt a szalvéta, itt volt a csipesz, itt volt a... És mutatta a kezét, hogy hogy néz ki. Amire én már így, mint elkezdtem, itt, amikor a rossz gyerekeknek itt ugrál az iskolába, akkor... És volt a levél. Na most, hát ott volt a levél. Most így volt a... Kibontotta a levelet, de összeragadta a kezet, tehát a levél kinyitás az, az így zajlott. Végigmért az Erzsit, hogy ő tehet róla, még nyitogatta, összeragadva ezt így kima, akkor elmosódott minden. Nagyon ez elolvasta mindent, egyszer csak fogta, fölbőszült, odavágta az egészet, és azt mondta, mert te tehetsz róla, kisfiam, mert nem tűröm, hogy itt röhögjetek. És kivonult, és mi ott ültünk ketten, és lenéztünk az Ádám Ottóra, és még utána, Laci, de mi nem, egyikőre, ott mi nem röhögtünk. De kintről hang, Stentori hangomák az emeletről, a szemed röhögött! Ez természetes volt persze, röhögött, mint anya, mind a ketten, nem bírtunk egymásra nézni az Erzsikével. De én nagyon, és nagyon fiatal színész voltam, nagyon szégyeltem magam, tényleg főpróba nagy szerep a Lacinak, tehát, és nagyon szerettem a Lacit. Fölmentem az öltözőbe, és elkezdtem sírni. Nem volt rám jellemző, de is sírtam. És hallottam, hogy még ordítva a Laci jár kell a folyosón, és dohog, de úgy ordított, mert fölhúzta magát, ha föl, amikor mi benne vagyunk egy dologba azért, akkor nagyon fölemeljük a saját vérnyomásunkat, meg mindent, tehát ez egy természetes létezés. Aztán csönd lett, elhallgatott, mert az Ádám ott azt mondta, szünet. Nagy hosszú szünet, egyszer csak én ajtómon. Mondom, tessék. Kinyílik az ajtó, Laci bácsi, kitárja, de színészből. Szóval színe. Teátrálisan. Oda jön. Bocsánat. Le kell térdeljek. Letérdel. És azt mondta, én, aki csókakőre járok meditálni, és végzem a teológiát, én megsértem az embertársat, igaz könnyekkel térden állva, sírt és megcsókolta a kezemet, amit én olyan rosszul lettem, majdnem meghaltam. És ezt halál komolyan, majd utána, amikor itt volt, az olyan, nem tudom mutatni, kiesek a képből, senki nem lát. Fölállt, azt mondja, na jó, azt mondja, menjünk próbálni. Ekkor átváltott, olyan öniróniája volt. Azért mesélem el ezeket, mert hozzátartozik egy ember, egy főleg egy ilyen szép híres ember képéhez, hogy olyan öniróniája volt, hogy ezt az egészet, amitől len ordított, hogy nem az, hogy ő bocsánatot kért, de így kért bocsánatot. Ő, és rögtön utána színészbe váltott, és menjünk és folytassuk az egészet, akkor felejtsük el. Tehát nagyon-nagyon csodálatos élményeim vannak nagy színészekkel, és hát bocsánat, de ilyenek is. Igen, akik között ugye említetted Huszti Pétert, akivel több mint 40 éve éltek házasságban, azt gondolják sokan, hogy ugye a színpadon született a szerelem. De ő most le is tudom, akkor ez nem így van. Igen, hiszen most jelentek neki nem régiben ugye a könyve. Igen, ebben mert amikor minket. Ő könyvet ír, mi van, az írói szabadság azért benne van. Ő azt írt ebbe az utolsó könyvébe, a Srác a kakasülőmbe, hogy a Sirály című darab hozott minket össze. Én meg azt mondom, hogy nem. Igen. Mert minden éremnek két oldala van. Az az igazság, hogy én mindig szoktam mondani, hogy én nekem kimondottan nem tetszett a Huszti Péter, és azért mindenki megtűnik. Bekerültem ebbe a bizonyos Nagy Romulus című darabba, és ott ő, Antifónusz, nem tudom, hogy hívták azt, a, valami görög neve volt, és olyan volt a jelmeze, nekem nagyon fontos mindig a jelmez egyébként, hogy ilyen szíjak voltak rajta, tehát filmesztelenül volt, szíj gatyája volt, lent föl volt szíjazva a lába, és egy valami pacsker, és nagyon szőrös volt a Huszti Péter karja, lába, egyáltalán, és amikor én a Pécsi Sanyival, mint apámmal, Nagy Romulusszal beszélek, egyszer csak jön, tángál befelé, ilyen pacskerba egy szőrös ember. És én ott állok, mint Rea hercegnő. És azt mondták, hogy ez a Huszti. Hát jó. És akkor bejött, és akkor én kicsit mindig a megvetően néztem, de ők meg a Pécsi Sanyival mindig úgy cukkolták, hát fiatal színésznő, nagyon édes, azt mondta nekem mindig a Pécsi Sanyi, gyere te Tóth lány. És akkor nekem nagyon nem tetszett a Huszti Péter, emiatt, hogy le van vetközve a színpadon. Ezt én nem szerettem.
Utána jött a következő szerepünk, Ármány és szerelem. Na akkor meg ugye szültem a gyerekemet, ezt, akit most láttál, nem kevés a gyerek, de akkor már 4,5 hónapos, és rúgott, amikor az ölébe meghajtam, akkor már rúgott a gyerek. Nagyon, nagyon szép dolog volt, és akkor ez volt, mit tudom, 70-71-ben, és akkor, tehát mi 68-tól játszottunk, nem tudom a számokat, körülbelül, ugye, 68-tól játszottunk együtt, és érdekes módon, és ezt nem, majd, hát, talán majd a könyv, ha megszületik egyszer, akkor talán, hogy nagyon érdekesek voltak ezek az évek, hogy amikor meghalt egy színész, akkor az egész ország gyászolt. Tehát a Sanyinál is minden, olyan döbbenet ült sokáig az embereken, és olyan érdekesen gondolkoztak erről, és ez egy kicsit megszűnt az utolsó időben. Nekünk is egy döbbenet volt, mindig érdekes módon akkor telefonáltunk egymásnak. Tehát soha mi nem beszéltünk, magázódtunk egyébként csak zárójelbe. És hát 72-ben már nekem a másik házasságom romlott, és akkor mi összekerültünk. Nem itt, hanem Londonban. Ott találkoztunk, és akkor vettem észre, hogy ez egy szép fiú. Tehát szerinted akkor ott kezdődött, szerinte pedig már a Sirálynál a színpadon? A Sirálynál, igen. Hát a Sirályt játszottuk 3 évig, tehát az is belekerült, később az Abelard és Eloise, és akkor azóta se játszották, az viszont egy gyönyörűség volt. De sok gyönyörű szerep volt. Szerintem utána rengeteget játszottak. Akkor ez egy külön óra. Igen. Egy újabb, igen. És rendezett is téged. Igen, rengeteget rendezett. Hát az az igazság. Volt köztetek egyébként valami konfliktus, vagy mindig azért elfogadtad az ő instrukcióit? Nézd. Például amikor már ilyen rendezésfázisba került a ti kapcsolatotok a színpadon? Jó a kérdés. Az az igazság, hogy mind a ketten tudjuk ugye a fönt, tehát az emeltérben levő létezésünknek az idegrendszerét. Tehát mi soha nem avatkoztunk be, miután korábban csináltuk meg a pályánkat, és hát részben függetlenül, ezért nagyon jó, hogy ez így történt, és nem fordítva. Mert mind a ketten a saját utunkat jártuk, és ez nem keveredett össze, csak később. Tehát tudtuk azt, hogy ez mit jelent, és ezt tiszteletbe tartottuk, de mai napig. Tehát, hogy ez az én utam, ez a te utad, és soha nem, tehát az az intelligenciája az embernek, hogyha bekopognak egy öltözőbe, és hogy hol öltözik a Huszti Péter, vagy hol, tehát, hogy ez nem bántott minket, főszerepeket játszottunk, tehát, hogy soha nem tettük mérlegre, hogy ki nagyobb, ki jobb abba. Amikor rendezett, az nagyon érdekes volt, mert akkor megint nem muszáj sztorizni. A Szomorú vasárnapban volt az, hogy van olyan színész, akinek mindent meg kell mondani, hogy bejössz, leállsz, leülsz, fölállsz, kimégy, ott mondod, ott fölveszed. Van ilyen színész. Én nem ez a színész vagyok, én tökéletes ellenkezője vagyok, én kreatív színész vagyok, én éjszaka is dolgozom. És bemegyek reggel. Ötletelsz a rendezőnek? Hát ilyenkor? Ezt mesélem el, nem azt, hogy ötletelek, hanem bejövök, és csinálom, és mutatom. Kitalálod a gondolatát. És mondjuk Huszti Péter ott ül, Szomorú vasárnap, dehogy behoztam egy ilyen klepetyót magamnak, és azt mondtam, és mi lenne, ha a számot abba énekelném, és így csinálom, de én is mutatom, rögtön mutatom, tehát nem azt, hogy mondom, hanem mutatom. És akkor a Huszti Péter csak annyit csinál, hogy így nézi, aha, és arrébb néz a partneremre, amikor Pista játszott a Sereserzsőt, és akkor ugye és rögtön tudtam, hogy az ötlet eldobva. Tehát nem is kellett, hogy ő mondja, vagy nem mondja, én rögtön. És akkor már megyek tovább, és akkor másnap, vagy még aznap más. Tehát mi úgy dolgozunk együtt, hogy nem, nincs rendezés, hanem mi egy iskolát jártunk, ő is Várkonyi növendék volt. Tehát mi ugyanazt tanultuk, a Vámos László volt az a mesterünk, aki versek mindent, hogy hajszál pontosan, tehát hogy belénk vert a mesterséget, és a Várkonyi volt az, ahol megtanultuk ezt. Tehát, hogy van egy csavar, amikor hopp. És a kettőnek az ötvözete ez a színház. A másik, amit én vallok, hogy a magyar színjátszásnak az alapjaiban benne van az angol és az orosz színjátszás egyformán. Tehát amikor Csehovot játszottunk, vagy Shakespeare-t játszottunk, jött a Royal Shakespeare Company a Madár Színházba, és teljesen elájultak, hogy mi ugyan magyarul játszottunk, de megnéztek, és azt mondták, minden mondatot tudnak, hogy hol tartunk a darabba, pedig ők angolul. Azt hitték, hogy tehát majdnem mindegy volt, hogy milyen nyelven játsszuk. Tehát annyira jó volt, nem tudom, hogy most milyen, a Magyar Színház is most éppen azt hiszem Shakespeare volt tavaly, vagy az idén, hogy erről szó van, hogy nagyon érdekes a magyar színészet. Vagyis az én virágkoromban nagyon, nagyon jó volt, most nem tudom nyilatkozni egészen így, de remélem, hogy tehát mi a jó részét kaptuk meg ennek.
És egyébként hazavittétek lakáson belülre? Soha. Mindenki ezt kérdezi, soha. Isten őriz, hát akkor tehát a gyerekeink fején álltak. Nem. Hát a gyerekeink ugye csak a premiért nézhették meg maximum, aztán azt mondták, hogy nem bírjuk elviselni a premiért, mert akkor oda jön a izénéni meg a izébácsi, és azt mondják, hogy jaj, tiszta anyja, jaj, tiszta apja, úgyhogy mi premiérnél többet nem megyünk. Tehát ez az egyik, hogy kiszűrődött, a másik, hogy ha, amint tudtuk így eltekerni a pályáról, mert figyeltük őket, van-e tehetség, vagy nincs, és nem volt. Tehát, hogy nem lehettek színészek, nem akartunk úgy járni, mint pár kollégánk, hogy azért, mert mi színészek vagyunk, akkor jöjjenek. Nem, ez nem olyan pálya. Ez valahol így zajlik, meg így zajlik. Sehol másutt, és hát a környékén vannak természetesen, tehát annyira megfertőződtek, hogy a legkisebb gyerekünk a könyvkiadásban egy egész magas poszton, most már Huszti Gergő, mert eddig csak főszerkesztő volt, most már irodavezető, most már nem tudom, minden a Librinél, és az én fiam, aki itt volt, az operatőr, és éppen most mesélte, hogy a Lipicai Ménesről egy 50 perces saját filmet csináltak a feleségével, tehát nagyon jól vannak, és a legidősebb fiú, aki a férjem fia, ugye az 50 éves így már, és Ádám pedig, amikor először azt mondta, hogy ő színész lesz, akkor csak röhögtünk, és akkor azt mondta, jó, akkor szakács leszek. Na most ez mutatja azt, hogy na most szakács lesz, hála Istennek, és Ausztriában főz, úgyhogy nálunk ez így zajlott, úgyhogy mi meghallgattuk mindig a gyerekeket, de azt is figyeltük, mit csinálnak. Talán a legkisebbe szorult volna, én azt mondom, hogy a Zeneakadémiát azt kihagyta, mert zenél, és ő lehetett volna egy valamilyen más pálya, és ezt az egyet sajnálom, ebbe én nem voltam jó pszichológus. Úgyhogy, de nem vittük haza, tehát annyira nem vittük haza, hogy nem is mondunk otthon össze szöveget, tehát ezt senki nem hiszi el nekünk, ugyanis mind a ketten másképp tanulunk, tehát én nem tudom, melyik térfélen tanul a Péter, és én meg bezárkózom. Én az egész darabot, én nem tanulom a saját szerepemet, hanem a teljes darabot olvasom, tehát állandóan megy egy film, meg éjszaka meg két film, úgyhogy ez módszer. Fiam, ugye eddig igazából színházról beszéltünk, de azért nagyon sokan úgy vannak meg a te arcod ugye sokaknak, hogy a tévén keresztül, tévéjátékokon több száz, ami azért a Lajstromot öregbíti, és akkor azt mondtad, amikor kezdtük ezt a beszélgetést, hogy itt van velünk Szabó Magda, ugye szelleme. És ugye ott a kép Zsuzsanna nővér szerepében ismertnek szerintem. Azt gondolom nem a fél ország, hanem az egész ország, hiszen azóta is már többféle formában játsszák az Abigailt. Most legutóbb azt hiszem egy vagy két évvel ezelőtt a szabadtéri játékokon láthattuk éppen Szegeden az Abigailt, tehát soha el nem felejthető történet. De azért sokaknak Zsuzsanna nővér még mindig te vagy. Igen. Van egy szép dedikálása pont a Magdának, hogy most kellene jól idéznem, de nem tudom, de örökké őrzöm az összes dedikációját. A Katalin utcát tudom, hogy úgy írta alá, hogy Szabó Abigail. Úgy dedikálta nekem, hogy a legfelejthetetlenem Zsuzsannának Szabó Abigail, és ez a Katalin utcai utca könyvének a dedikálása. Az igazság, hogy nem tudom, hogy hány óra van, hogy szoktátok csinálni. Én gondolom, hogy egy kis irodalom nem árt, hogyha gondolják. Elbírják, szíves. Nincs melegük? Akarják? Azért kérdezem, nem tudom, azt tudom, hány óra van, hogy mit szoktak csinálni. Még szerintem beleférhetőben. Én hoztam egy kis Szabó Magdát. Na most csak azért, mert Szabó Magda. Hát talán annyit arról, hogy a 70-es években mi a Huszti Péterrel jártunk az Illés Endrénél, aki az akkori szépirodalmi könyvkiadó vezetője volt, és ott ismertük meg Szabó Magdát a férjével, Szobotka Tiborral bejöttek, és Szobotka Tibor egy elég ilyen angol tanáros, nagyon, nagyon szótlan ember volt, a Magda pedig hihetetlen, tűzről pattan, fekete, kicsi, elképesztő, tehát mindjárt, mint a halak, de a férfiak is úgy nézték, mert ő vitte a szót, és bénygözött, és nekem lenyűgöző volt már akkor. Nagyon-nagyon megragadott magával, sokkal később, ugye 70-es évek, az szem az Abigail fölvétel, 70-valahányban, 76-ban talán, akkor filmeztem, és még akkor se tudtam azt, hogy az egész életemet végigkíséri. A Petőfi Irodalmi Múzeumban mindig volt valami. Na most egy kicsit a családomra visszaugorva, hogy a szépapánk, akire azért vagyunk büszkék, mert már a Marosból jött a nagyapánk, és a két kis legendát elmondok, mielőtt Magdához térek, mert ezért összefügg evel a felolvasással.
az a fönt ott Cselmecbányánál, az Opál bányának volt az igazgatója 22 évig, Ignács Stránának hívták. Ez egy olasz név egyébként. A húgom se tudja, hogy ez olasz. Tudom, én ezt most tudtam meg. És 22 év alatt a világból odajöttek emberek, hogy gratuláljanak neki. Csak fekete opál, csak Mexikóban volt, és csak itt volt. Sehol a világon. Tehát nagyon világhírűek voltunk. És nagyon dicsérték ezt az igazgatót. Ne, ez volt a mi szépapánk. Most, amikor a mi dédapánk elköltözött Kecskemétre, az úgy történt állítólag, hogy fogott egy körzőt, és ugye van a Nagy Magyarország, és leszúrta a körzőnek a hegyét, és meghúzta a kört, és Kecskemét jött ki. Így kerültünk mi Kecskemétre, és 1920-ban édesanyánk itt született. Ezen ne neves, mert ez így igaz állítólag. Húgom nem tudja. Szóval, és ez pedig az én egyik kedvenc regényemből, a Für Elizéből a részlet, a trianoni árvárból, mert menjünk el egy kis drámára, hát aztán még nevetünk egyet. Mindenképpen úgy várjunk. Tehát Szabó Magda. Mentünk a ház elé, a sűrű, illatos bokrok között. Szeretnél testvért? Kérdi apám. Menjen már, feleltem. Tácsiás szultusz! Apám grammatikai fegyelme megcáfolta a voltaképpen vérfagyasztónak ígérkező közeljövőt. Azonnal javította. Stúl te, ha máj lehülyézel. Vokatívusz. Vokatívusz, mondtam engedelmesen. Ez ment a latin. Egyéb nem. Mert ami belépésemkor következett, annak ecsetelésére nincs az anyanyelvben szókincs. Belépünk. Az előszobában Ilka néni csatlakozik hozzánk, megáll, várva mi mire fordul. Apám elengedi a kezemet, én meg látom magántulajdonomat, anyámat, egy idegen gyerekkel a karjában. És miután senki se szól, csak néznek rám, mindenki mástól várja a feloldó első szót. Ilka néni mézbe mártott ajka nyílik meg. Itt a kis testvér, Magduska. Szeretni kell ám, mert ezentúl ketten vagyunk, Szabó kisasszonyok. Akkor a csend csak színházban van, mikor olyan feszült az előadás, mint a húr, át lehet vágni a hallgatást. Krisztus tudja, hogy elárulják, de azért mégis összerezzenhetett, mikor jöttek a poroszlók. Én nem rezzentem, én Ilka néni állítása szerint elkezdtem toporzékolni dühömben, és ordítoztam is. Nem sírtam, ordítoztam. Ez a kislány trianoni árva, mondta csendesen anyám. Én holtra rémülten néztem rá. Csak nem lesz árulóm. Jabloncai Lenke zöld szeme nem engedte el a pillantásomat, mint a szugerálni akarna. Trianoni árva, családtalan, testvértelen, otthona sincs. Kezdődik az élet, kislányom. Megtanulunk osztozkodni. Ez a kislány a testvéred. Osztozni? Érzelmen, rajtuk, holmin, lakáson, lalágen, a ház feletti abszolút uralmamon? Hát azt várhatják. Tudtam, mi a trianoni árva, de ez nem enyhítette a botrányt. Ilka néni élete magas széjén csittított. Ne üvölcsön, elnye, no! Igazán, kis testvér, trianoni kis testvér, szeretni kell, szeretni! Menjen a fenébe, ordítoztam, nem kell! Ki innen, abát, Dick! Fordultam a felháborodástól vérvörös apámhoz. Dick, et tu! Nem tudtam befejezni az ordított mondatot, mert anyám, aki mindig a szemével irányított, úgy nézett rám, ahogy eddig még soha életemben. Nincs latin, mondta Jabloncai Lenke. Magyarul köszönsz neki, és magyarul csókolod meg. Cilinek hívják, mondta apám. Sápat volt, elgyötört, látszott, hogy egy azon pillanatban retteg és szenved. Két felől üzöttem rá, egyszerre a homo humanuszt és az apát. Hát, ilyen önző az én gyermekem? Ilyen embertelen? Szárazakat nyelt. Még azért próbálkozott valamivel. Neked hoztam, Magdolna. Akkor vigye vissza! Sikoltottam. Non volo, abeat! A lábam ráfagyott a parkettára. A kanapén ott pirosodott kék lett valami ismeretlen ronda takaró. Anyám magához szorítja a sose látott szőke gyereket, aki a trianoni árvák egyenruháját viseli. Fekete öltözékén elől magasra gombolható szürke kötény, ami a ruhát elfedi, karján egy szalagon
Karszalagon szám, olvasni már tudtam, de a számokat még csak 10-ig ismertem. Anyám nézett, nézett, mint aki vizsgál, mi van benne, miféle gondolatok a homlokcsont mögött. Apám meg, mint valami operetben, érzelmesen suttog. Kis testvért hoztam neked, úgy hívják Cili. Hát ha hozok, majd visszaviszi. Mehet innen, kinek kell testvér, kinek kell bármi, még a trianoni árva is. Tovább ordítottam és toporzékoltam. Ilka néni megesküdött rá, először látott toporzékolni nem bánatomban, komisz dühömben. Ezzel osszam meg azt, amim van, ezzel az idegennel? Álltunk, mint egy ílőkép. Cili nagyon komolyan, sokáig nézett rám. Aztán valahogy felfogta, itt baj van, itt neki nincs helye, ide megjött a hajdani tulajdonos, ezért nyilván mennie kell. Jelezte anyámnak néma ajkával, kis érintésével le akar szállni. Anyám letette, aztán csak álltunk egy kurta időre, mint a színpadon a színészek. Én akkorra már végre abbahagytam a visítozást, mert már hangom sem volt. A felnőttek vártak. Tulajdonképpen mindenki engem nézett, mindenki tőlem várta a lépést, de nem én tettem meg, hanem Cili. Ha valaha színdarabban tudnám érzékeltetni azt a forró, fanyar feszültséget, ami légkörében az események lefolytak, és ami megértése után olyan keserű szégyen fogott el, hogy holtig elkísér a percek emléke. Cili már állt, s végre lassan vetkőzni kezdett. Még mindig nehezen mozgó karjával lefejtette először a kötényét, küszködött sokáig a gombokkal, a ruháját is lekínlódta, alatta nadrágos ingecske volt, egybeszabott, levette azt is. Ott állt ártatlanul, s mesztelenül a szoba közepén, térdzokniban, vaskos árvacipőben, amely formátlan volt és szintén fekete, és nyúlt a pokrócért, amelyet ismert, amiről azt gondolta talán a tulajdona. Gyenge volt a súlyhoz, elejtette. Akkor elindult az ajtó felé bakancsban, térdzokniban, pucéron, de amikor az ajtóhoz ért, lejtett ingét felemelte, és oda nyújtotta nekem. Vegyem el azt is. Neki nyilván se helye, se semmije, hiszen ez mind új holmi, amit most lassanként lefejtett magáról. Az inget valami szép biblikus mozdulattal adta át, nem fogtam meg, a földre hult, zizenésétől úgy megrémültem, mint még soha semmitől. Ilka nénitől tudom, hogy Cili jelenete miben kulminált. Mióta nálunk volt, most szólalt meg először, mondta tagoltan az általa megtartott két titokzatos kultikus szót. Jadrán, Dánica. Méghozzá csak nekem, egyenesen az arcomba. Miért kaptam el a karját, már nem tudom. Összerándult tőle, fájhatott, ahol megérintettem. Akkor már reszketett a ruhátlanságtól, pedig nyár volt, csak a szoba volt hűvös. Ilka néni nagy testével elállta az ajtót, amin át Cili ki akart lépni a szabadba, a felnőttek bénultan figyeltek, Ilka néni meg visítva rám kiáltott, ölelje meg már és tartsa vissza az Isten fáját, hát ki szeresse, ha nem maguk, tán akik miatt ide jutott az ártatlan? Nem ráfigyeltem, hanem a másik gyerekre, aki úgy akarta elhagyni a váratlanul ellenséges terepet, hogy mindenét nekem adja, megajándékoz az árvák fekete holmiával, kisingével, hiszen egyebe sincs. Léptem felé egyet habozva, mert elbűvölt a két szó, amit kiejtett. Belebódultam a váratlan titokba, ki az a Jadrán? És Dánica? Miféle varázsszavak ezek? Ki ez a gyerek? Lehet, hogy tündér? Meg nem öleltem, csak álltam mellette. Áltunk egy pillanatig némán, két kisgyerek Trianon árnyékai közt. Cili megérezhetett valamit, amit én még nem, mert egyszer csak megérintett, hozzám símult, és arcomhoz simította az arcát. Valamivel magasabb volt nálam pár centivel, le kellett hajolnia egy cseppet, hogy egészen egynek lássék az arcunk. A csoda megtörtént. Meg nem számolhatom, hányszor léptem rosszul életemben. Akkor kivételesen nem. Mintha fények gyúltak volna ki, megtörtént a csoda. Ordítozás helyett elkezdtem sírni, és átöleltem Cilit.
az életemért nem tudtam volna indokolni, mi vett rá, miféle damaszkuszi látomás. Cili életem négy tartó oszlopának egyike lett. Ha Cili nincs, én át nem élem, ami átélésére kiválasztott a sors. Ha Amalfiban járok, ülök a sírja mellett, és eltűnődöm rajta. Mire vittem ezzel? Az eszméletlenre pallérozott műveltségemmel? Cili elsődleges jósága nélkül. Én csak ütöm a követ az öklömmel, hogy keljen fel, és jöjjön vissza, és gyakorlatlanul síró szememből ömlik a könyv. Megszólalni. Az jutott eszembe, hogy ugye Huszti Péterről beszéltünk, és nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is, külföldön élő magyarokhoz is nagyon sokat jártok ki, és nagyon jó a kapcsolatotok. Igen, sokat jártunk ki. Igen, hát ugye ez a 70-es évek, amikor 72-ben kikerültem Londonba, ő akkor már egy truppal föllépőkörúton volt, 73-ban Dél-Amerikában volt, és mi tulajdonképpen azokban az években, ma már tudjuk, leellenőriztek minket, de szabadon mehettünk ki, mert ugye volt önálló estünk mindig, és amikor a Világszövetséggel két operistát, egy nőt, egy férfit, és prózistát, egy férfit és egy nőt kiküldtek, plusz egy humoristát, esetleg egy zongorakísérővel, mi sokat utaztunk, tehát mi Angliában, tehát nagyon sok helyen, Berlinben voltam, Nyugat-Berlin, Keletben, tehát mindenütt, Bécsbe, Párizsba. És tulajdonképpen ennek is köszönhetjük, hogy nagyon fiatalon kinyílt nekünk ebből a zártságból a világ. Mi akkor nem kaptunk ezért soha pénzt, inkább egy kölnit kaptunk, vagy egy üveg viszkit kapott a Péter, nem emlékszem mit, de nem ez számított, hanem az, hogy ahogy mi mondtuk, hogy levegőt kaptunk, tehát levegőt szívtunk, hogy milyen a világba kint. Na most... Ezek olyanok voltak, hogy két órás műsorok, tehát legutoljára Amerikában voltunk, ez 92-ben, de akkor ugye keleti part, nyugati part, mindent körbe jártuk, és akkor fölhívhettünk, emlékszem, még Los Angelesbe, a Hiltonba, ahol a Szörényi Éva is ott volt, Perce Zita, két különböző oszlop mögött néztek minket, nem nagyon álltak szóba egymással, két nagyság, és később Szörényi Éva hazajött, akkor én vendégül látom Madár Színházban, egy ilyen beszélgetésen, amit most te csinálsz velem, és akkor elmondta Márainak a Mennyből az Angyal című versét, amit attól kezdve én október 23-án szoktam volt mondani mindig. Én azt gondolom, hogy nagyon, megint csak azt mondom, hogy tenyeren hordzott a Jóisten, hogy olyan emberekkel találkozhattam, és olyan élményekkel gazdagodtam, amitől mi most itt beszélgethetünk a múltamról. Persze ez mindig... Két dolog kell, hogy az ember föl is ismerje ezeket a dolgokat, meg hogy olyan legyen a párja, akivel azt mondják, hogy nem elég, amit tudunk, hogy tudjunk többet. Most aztán én különböző helyekre elszegődtem, tehát ha én éppen babát vártam, akkor Adi fél évet hallgattam, ha másodszor babát vártam, akkor elmentem művészettörténet szakra. Majd később, ugye, ahogy visszafordult a sorsom, ahonnan én indultam, hogy egy kicsit táncoltam ott bizonyos, 8 éves koromban, a táncművészeti főiskolán taníthattam 14 évig, és akkor mindig megkérdezik ilyenkor, és mit tanítottál, táncot? És mondtam, hogy hát majdnem, mert ugye ez az ősi dolog, amit mindjárt tudunk, hogy az ősember és ilyen ritmusokkal adott egymásnak valamit. Hát én ezt csináltam az ilyen édes növendékeimmel, kitaláltam ezt a tantárgyat, mert ez nem volt, 2 év kötelező minden növendéknek. Most nincs, nem tudom, ki tanít helyettem, mert én ugye unokáim miatt részben és részben a korom miatt eljöttem a tanításból egy éve. Tehát ez úgy történt, hogy színészi játék. Ez az én mesterségem, nekem a fejemben van minden, tehát a Molière, a Goldoni, a Shakespeare, akár mindenféle fiú szerepek is. És akkor a gyerekeknek, amikor így leültek, akkor azt mondtam, hogy te hős vagy, te karakter vagy, te hős vagy, te majd azt játszod, és összeraktam a színdarabokat, ami itt van, összeolóztam a fejemből 10 perces jeleneteket, kiosztottam, fénymásoltam, és elkezdtünk gyakorlatozni,
és akkor olyanokat csináltunk, ugye én tanultam vívás, lovaglás, minden még a főiskolán, hogy egyik vizsgán mondjuk nagy színpadon voltunk mindig, de olyan, hogy Csehovtól komédiáztak, tehát nagyon nagy vizsgákat rendeztem. Tehát ez volt a 14 év rendezéseim története, és hát dramaturgiai munka, ez pedig az ollózás. És nagyon büszke vagyok, mert hát én voltam a legnépszerűbb tanár, ugye én nem kizsigereltem őket, hanem én alájuk álltam, és mindig azt mondtam, hogy zseniális vagy, jó vagy, és mindig helyettük is, meg velük is játszottam, és hát a játék az a gyerekkortól kezdve ugye folyamatosan benne van, és ezek nagyon öregek voltak 17 évesen, hát olyan vének voltak, hogy csuda, és álltak ugye ebbe a demi-plébe így, és akkor mondtam, hogy most... És elkezdtem így táncolni, és így nézték, hogy mi van velem. Mondom, amit ti tudtok lenne a lábatokkal, azt én itt tudom csinálni. És most álljatok fejre. És ez volt a lényege, tehát én mindig mutattam a ritmust, hogy most tartsál egy fél órás szünetet, és most csap le a poén. Tehát én tulajdonképpen a ritmuson keresztül tanítottam őket erre a mesterségre. Ez egy nagy mély titok volt, senki nem tudta, hogy mitől olyan jó. Úgyhogy én nagyon boldog voltam a tanításban, és nagyon-nagyon büszke voltam rájuk. És nagyon nagy mesterekkel tanítottam, azóta mindjárt ugye eljöttünk a korunknál fogva, de hát a Dózsa Imre, Szőnyi Nóra, tehát a legjobb a lett a sok, akik valaha voltak a operaházban. Azzal kezdtünk, amikor ide beléptünk, ugye, hogy Kossuth díj, Jászai Mari díj, érdemes művész is, emellett még a sok picit nem is soroltuk. De nem soroltuk. Attól szeretnek engem. Ez így van. Ezek... Viszont 2012-ben, amikor megkaptad a Kossuth díjat, akkor azt mondtad, hogy ez a pályafutásod megkoronázása. Erre számítottál, vagy hogyan érzed? Ugye azt is említetted már itt az elmúlt beszélgetés kapcsán, hogy sok lehetőséged volt, több mint 70 női szerepet eljátszhattál, 70 nő bőrébe bújhattál, nem tudod, hogy még mi vár rád, de jelen pillanatban is azért nagyon sok mindent csinálsz. Tehát még nincs itt a vége. Még azért vannak terveid is. Azért igen, mindig azt hiszem, hogy vége. Hát amíg az embernek van agya, addig nincs vége, mert két éve szorítok, tulajdonképpen még egy, már rakom össze két éve. Hát kész vagyok vele, csak valakinek be kellene gépbe rakni, mert én technikailag nem vagyok jó. Tehát olyan előadó estet, hogy a Liv Ullmannról, tehát nekem olyan, tehát kész vagyok a fejemben egy filmmel már, mert ugye a nagy, tehát nagy, nagyon sok mondani valóm van még, de hát ezeket folyamatosan meg most megkértek, hogy az életemet ugyan mondjam már könyvbe, tavaly januárba kértek meg, nem most, és most így tolom az időt, hogy hát ha még ráérek megírni ezt a bizonyos könyvet, ugye ez az időnek a tolása. Én lehet, hogy ezt nyilatkoztam. Megmondom őszintén, én zavarba vagyok. Én, hogyha kapok valamit, akkor én nagyon hülyén viselkedek. Nem tudom jól megköszönni, és nem... De a legjobb barátaimtól, ha egy virágot kapok, akkor is suta vagyok. De ha én adok, akkor nagyon boldog vagyok. Tehát én azt hiszem, hogy ez hogy mondjam, nem tudom jól megköszönni. Tehát valószínű, hogy ezt mondtam. De nem ezért csináltam a pályámat, és nem azért vagyok itt, és nem azért csinálom, hanem ez csak olyan állomás, vagy nem is tudom. Nem tudom megfogalmazni, mert én azt gondolom, hogy a Jóisten ad és elvesz. Tehát mindig azt éreztem az életemben, hogy ha kaptam egy nagyon nagy pofont a sorstól, akkor utána adott valamit, vagy fordítva. És mindenki úgy van, és én azt gondolom, hogy az a boldog ember, akit nagyon sokat pofozott a sors, és észreveszi ezeket, és nagyon boldog tud lenni. Mert biztos vagyok benne, hogy csak az boldog, aki nagyon boldogtalan, és tehát nagyon nagy fájdalma is van. És én azt gondolom, hogy a mi pályánkon a nagy drámai szerepeket, és akkor ez a Stuart Máriától kezdve, most itt mondhatnám az összes Csehov hősnőt, akit végigjátszottam, hogy benne volt a mi papánknak az elvesztése. Tehát, hogy is van a József Attila, hogy sebemet mindig elvakartam. Ugye csak a színész nem mondja ki, hogy miből dolgozik. Most ezek a bánatok és örömök, hogy ezek hogy tevődnek össze. Van a színháznak egy gyönyörű maszkja, a síró nevető maszk. Ez soha nem szabad egy színésznek elfelejteni. Hogy aztán emögött mi van, én ki vagyok, mennyi vagyok, hogy mérettetek meg, az ezen a négyzetcentiméteren múlik, meg hogy rám néznek. Meg ahogy rám néznek. A sokkal nagyobb erő és sokkal több, mint bármit, amit ide kitűzök magamra. Vagy a nevem mellé írnak, vagy akárhová. Ebben nem tudok foglalkozni. Mindig, ahogy a Psota Irén mondta, bocsánat, most ez nagyon aktuális, mindig azt mondta, emlékszem, hogy nullán vagyok. Minden este úgy kezdtük az előadást, amikor játszottam vele, hogy nullán vagyok, azt mondta az Irén. És én azt gondolom,
hogy amíg egy színész fölmegy a színpadra, és azt mondja este, hogy nullán vagyok, és onnan kell magasat ugrani, addig maradhat színpadon. Én ezt 83-ban leírtam magamnak másképpen, hogy csak addig megyek be az öltözőmbe, amíg kíváncsi vagyok, hogy aznap este hova tudom emelni ezt a bizonyos lécet. Ha nem vagyok saját magamra kíváncsi, én letudni az estét nem bírom, akkor nem teszem be többet a lábam. Na ez 83-ban volt, nagyon fiatal voltam még. Én nem tudtam, hogy meddig húzom, vagy mi. És úgy látszik, hogy az energiáim még, meg még az agyam talán, hogy még kitart. Hol találkozhat veled a közönséged? Miben látható most egy nagy felújítás volt, a Mixárd különös házasságai a Kálvária téri Turai Színházba játszom a Mikó Pistával. És ez azért jó, mert egy őrületes játék, ugye Mausinolát játszom, jó öreg lány, úgyhogy szemüveges, nagyon jó. Szerintem legalább a saját korom, hanem fiatalabb nálam, nem tudom, hogy hány éves. Na, szóval visszatérve, bocsánat, hogy mindig fülyéskedni akarok, tehát, hogy a komolytalan vagyok. A Mausinolához kétszer vette el feleségül a Mixát, és erről egy ilyen játék van, hogy visszaugrunk időben az első házassághoz, mesélnek az életükről, és ez egy ilyen páros játék, a másik a Pimasz angyalok a Tóth Enikővel, ahol négy szerepet játszunk, és ez most a két nagy dolog. És hát közben van az előadó estem, a Szerelem című, mert még mindig azt mondom, hogy szerelem. Azok versek és sanzonok. Igen. Versek és sanzonok, és hát csinálom majd a következőt. Ezeket még szorog. És hát meg kellene írni ezt a bizonyos könyvet, mert van egy társam benne, egy nagyon komoly író, újságíró, az Ézsiás Erzsébet, és kapacitálnak, hogy ugyan meséljem az életemet, de az nem ilyen lesz, ilyen locsogás, hanem konkrétabb. Hát egyszer majd megszületik, de még tolom az idő. Várjuk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Makóvárosában.